Hát én álmomból láttam, hogy egy nagy gödör volt ott a falu végén. S nézek arra kifelé, s hát kint a dombon, hát ott van Ceaușescu. S inti nekem, hogy menjek oda ki, és mondom, nem tudok kimenni, intettem, mert nagy gödör van. És azt mondta, kerüljek ki. Úgy volt felütözve, mint ahogy szokott, olyan palacsinta sapkába volt, ne, és bőr dzsekibe. És azt mondja nekem, hogy itt haragszik-e valaki rám? És mondom, nem. Belenyúlt a zsebibe, és kivette egy revolvert, mutatta nekem, hogy akkor ő lő. Szeretett hívek. Ha egy kicsit oldalra nézünk, négy lobogot láthatunk. A középső a nagyobbik, a Mária zászlaja, és a rajta ott van a piros fehér. Amikor elindultak ott fölfele, Somjon Csoltfalván keresztül a betonszállítók, csak úgy dübörgött a környék, hogy a tankok jöttek volna. Évtelén, decemberében merült fel újra a gondolat, hogy jó lenne Csomortának is egy templom. És az 1988-as év tavaszán a megvalósulás is kezdetét vette, a temetőkárt igénylésével, majd a ravatalozónak az ára-hájra való építésével. Most itt áll előttünk az elkészült templom. Hálával köszönjük mindazoknak, akik többé, kevésbé hozzájárultak felépítéséhez. Csodával határos a templom létezése. A diktatúra legsötétebb két évében épült és fejeződött be. Ez a templom az ég csodája, amelyre kérjük a püspök úr áldását. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Mindig úgy mondták, hogy Büszkedélne, Bölcsparfalva és Fapipás Csomortán. Tehát a csomortániakat Indián lenézték, úgymond, hogy nincs templomuk. Csomortánban többször volt próbálkozás templomépítésre, és akkor azt mondtam Istvánnak, hogy legyen hetedik az Isten igaza, fogjunk neki, és akkor kezdtünk tervezgetni, hogy hogy és mint legyen a csomortáni templomépítés. Amikor ezt szóvá tettem itt az embereknek, egy kicsit kételkedtek, hogy hát, plébános úr, ez nehéz lesz. Itt már sokan próbálkoztak azzal, hogy templomot építsenek. Hát most ebben az időben, amikor falukat rombolnak, és ez különben profitai jelenség volt, mert az embereknek, meg akik nem csak a helyieknek, akik hallottak róla, már pedig sokan hallottak, a környék is hallott, hogy csomortániak neki fogtak templomot építeni, ennek egy olyan erős üzenete volt, ha épül a templom, a szentély, akkor nem történhet meg az, hogy lerombolják a falut, ezt vagy a többit. Bukarestbe el kellett menni a tervvel,
Én egyszer vagy kétszer voltam Istvánnal a tisztivel, megmondták, hogy ne is próbáljunk templomot építeni vagy tervezni, mert úgyse fogják jóvá hagyni. Egyetlen egy lehetőség van, ravatalozó címen, és megszabták, hogy 10 méter széles és 20 méter, ez a maxim méret lehet, amit lehet építeni. Vittük a pálinkát, a bárányt, vagy amit kellett, hogy intézkedni lehessen az engedélyek véget. Ott az utcából meg voltunk állva, jöttek, fölnyitott a csomagtartót, beraktuk, amit kellett, és ennyi volt. Tehát az nincs titok, ez egy kicsit ilyen balkán módszer, de hát ez van. Én szerintem máshol is alkalmazzak, csak lehet más stílusban. A tanástól területet kértünk temetkezés részére, temetőnek, és a főmérnök valakivel kiszállt és kimért nekünk 20-valamennyi ár területet. Amikor kijöttem, megláttam, hogy mekkoracska az a terület, hogy templomot is építsünk meg, hogy temetkezni is tudjunk, mondom, hát mindenképpen nagyobb terület kell, ezért megfogtam a szövegeket és hátra vittem oda, ahol hát most látszik a kerítésnek a vége, hogy itt mondják a bütüje. Kezibe adták a hosszalót, és azt mondták, hogy 50 árat adnak ide, a templom részére és a temető részére. Igen, de ő bizony, ő mérte, de hátra nyújtotta, ő még büklentette a mérőt. Többet. Vagy 25-t büklentett, úgyhogy 75 ár lett belőle az 50-ből. Bukarestből kiszállt egy férfi, nevére sem emlékszem. Körbejártam vele itt az egész falu csomortánt, itt megebédeltettük. Engem mind kért, hogy vigyem el a templomot mutassam meg. Mondom, értse meg, nincsen templom. Levittem a Betlehemhez, mert ott miséztünk, ott tartottam a hittanórákat, ott zajlott az egyházi élet. Mikor elbúcsúztunk, azt mondta, de vigyázzak, nehogy megkezdjük az építkezést az engedély nélkül. És másnap mi elkezdtük ennek az épületnek az alapját kiásni. Kellett a beton, az én ott dolgoztam, tudtam intézni, a tégla, amiből fel van építve, ugyanúgy tudtuk intézni, direkt Segesvárról, a gyárból intéztem, hogy minél olcsóbb legyen. A betonpumpa az udvarhelyre volt irányítva, udvarhelyen egy építkezés volt, és várták, hogy érkezzen meg, és nem érkezett meg. Minután telefonáltak Csíkszeredába, hogy hol van már az a pumpa, mert nem tudnak haladni. Azt mondta, elromlott a Hargita tetején, és napokba telik, amíg megjavítják. Közben a pumpa itt volt kint Csomortánban, amíg nem végezte el azt a munkát, addig úgymond elviekben rostokolt a Hargita tetején, mert el volt romolva. Nekem mindig az volt a legnagyobb feladatom, hogy most ha érkezik a tégla, vagy bármi, vagy cserép, azelőtt mindig Rózsika nénit meg kellett keressem, hogy Rózsika néni körülbelül 2 óra múlva kell 20 ember, 40 ember, aki üresítse, és akkor a falut hamar végigfutotta. Ő volt mondhatnám azt is, hogy a hajcsár. Reggel elindult, és azt a 10-est mozgosította. Na most, hogyha valakinek valamilyen más programja volt arra a napra, az igyekezett elbújni istállóba vagy a kertbe, mert tudta, hogy Rózsika néni azért érkezik, hogy a templomnál ott kevés az ember, gyerünk, dolgozni kell. Mondta a plebános úr, jött a Ferenc Lacival, és mondták, hogy jöjj ez az anyag, mondjuk, hogy cserep, akkor láttam, hogy munkából akkor jött haza az ember, és bementem, és mondom, hogy ne kéne segíteni, és azt mondja, nem jött haza a férfi, a férje. Hát akkor bizony kellett volna mondjam, hogy ne mondja eztet, mert én láttam, hogy bért, csak szégyeltem én,
hogy mondjam aztat. Úgyhogy tőlem jobban féltek, mint a brigádostól. Első évben, amikor meglettek az alapok, hogy ne látszódjanak az alapok, hogy oldalt deszka volt körbe támasztva neki csak. Amikor kezdtek emelkedni a falak, itt voltak az úgynevezett panok meg deszkák, és akkor mondtam a munkásoknak, hogy támasszuk neki a falnak, hogy inkább azok lássanak, illetve látszódjanak, mint a maga a templom fala. Így is látszik ezeken a képeken, hogy az alap az már egész elég magas. És tudtuk azt, hogy a templomnak kell legalább egy 5-6 méter magasság, még amivel befedődik, és kiemelkedett. Na de hát akkor bátrak voltunk, de nem elég bátrak, hogy még magasabb legyen. Még magasabb legyen, úgyhogy... Az építés folyamán többször voltam kihallgatásra hívatva, úgymond. Fölkísértek egy szobába, ott mondták, hogy írjam le a tegnapi munkámat, mikor keltem, milliméterre mindent írjak le. Én életemben nem cigarettáztam, és már volt, amikor a második vagy harmadikra mentem, akkor már vittem egy-egy csomag cigarettát. Annak idején, jól emlékszem, Snagov cigaretta volt, és a 3-4 óra alatt egy teljes csomag cigarettát szívtam el, mert azért úgy kikészíti a stressz, az idegesség, és maga az, hogy benyitnak az ajtón, nézegetnek, érdeklődnek, nézi, leüröli, visszaadja, tehát ilyen idegfeszítés. Diákkoromban másodévet végeztem Gyulafehérváron, és vakáción voltam odahaza, és behívattak Besztercére, és ott akartak beépíteni, legyek besúgva. Egy fél napon keresztül gyomroztak, próbáltak rábeszélni arra, hogy ez egy milyen magasztos feladat, hogy igazából így lehet segíteni az embereken. Hogyha én valakiről jelentek, akkor a másikat a börtönből szabadítom meg éppen, és hogyha barátjuk leszek, akkor Rómába fogom folytatni a tanulmányaimat. Ez volt az első csali. Nagyon néztem, hogy ők mondják meg, hogy ki megy Rómába, ki nem. És attól kezdve aztán minden esztendőben többször is a Securitate elővett hivatott. Elsősorban azért a gyerekeket próbáltam összegyűjteni. Emlékszek, hogy felállított egy székre, mint valami elítéltet, hogy imádkozzanak érte. Meg voltam ijedve, hogy most vajon mit akar. Felállított egy székre, akkor egy csomó fiatal össze voltunk gyűlve, és imádkoztak, hogy katonaság jó sikerű. Hát itt volt végül is, úgy egész körbe, mind a két felől végig teli volt hirdető táblával. Aki jól végezte a munkáját, azt megbecsülésből kitették, hogy mindenki lássa a városba, hogy én annál a cégnél én munkás vagyok. Mondjuk mi erre nem kerültünk sose ki. Én munkásnak sose voltunk jó. Mivel hogy édesapám fafaragó volt, hát ezért is csináltatták vele a székelykaput, hogy ne legyen, mert a legtöbb része olyan volt, ilyen betonból épített
tákolmányok magyarán. Ceausescu, amikor elfutott, akkor rögtön rájöttünk, hogy itt valamit kell csinálni, mert szét fogják törni az egészet. Scarlettón azt a székelykaput széttörjék. Ez lenne végül is az a kapu, amit a parkba a helyét néztük. A legéd most végül is nemesebb célt szolgál, mint a kommunista hősöket, élmunkásokat hirdeti. Itt volt a hirdetőtábla, ide voltak kitéve, most sajnos üres. Vártunk volna egy 24 órát, biztos, hogy nem elhordták volna, széttörték volna mindent. Minden egyszer, ami olyan volt mozgatható, azt széttörtek. Most már látom ezt is, azért le kéne kezelni, mert ez is olyan kezd hámlani meg. Egyszerűen nem volt egy baning, hogy egy oltárt, egy ambót, egy keresztelőkútat, egy keresztet meg tudjunk csinálni. És közben úgy imádkozgattam magamba, meg gondolkodtam, hogy hogy tudnánk ezt a hiányt pótolni. És egyik első péntek alkalmán, amikor meglátogattam az öreg bácsit, aki már nem tudott járni-kelni, amikor beléptem az udvarába, láttam azt a gyönyörű körtefát, megnéztem tetőtől talpig, talptól tetőig, és egyszer csak úgy megvilágosodott bennem, hogy hát itt van minden, ebben a fában megvan. És rögtön szóltam, elkértem, nem adnák ezt a körtefát, kiásnánk gyökerestől, hogyne, örömmel, szívesen. Nem volt lelkünk összevágni, ha már ilyen nemes célt szolgált ez a körtefa, hanem csináltunk egy keresztet belőle, már a vége látszik, hogy egy anyagból, a végiből összekötöztük, hogy mit csináljunk vele, aztán valaki ide felakasztotta, és az itt is maradt. Még édesapám kacagta Isten nyugtass, hogy mit akarok én ezzel a keresztel, nem látom, hogy milyen csúnya. Mert ha megnézed, ez nem egy egyenes valami, de mondom, hogy ez jó lesz, ez így. Kötővel összeköttük, felül is úgy maradt, és még azóta megvan. Mindig érzem azt, mikor belépek oda a templomba, hogy a vér végigfut, kipirosodok, vagy mind amikor a himnuszt énekeli az ember, akkor úgy egy egészen más érzései vannak. Tehát ilyen. Én tudom, hogy hála Istennek, megvan. Annak örülök, hogy megvan. Sokszor kiálltam oda a mise után, de úgy miseruháson, ahogy kijöttem a templomból, a lépcsők tetején azon a kis placon megálltam, és néztem a naplementét. És egyszerűen éreztem azt, hogy jó itt lenni. Mondtam is Ózsika néninek, hogy én leülök egy székre, innen nem mozdulok el. Itt a világnak a legszebb helye, pontja van. Mondta a plébános, hogy aki a legtöbb pénzt adja, ami nevet választ, arra keresztelik a harangot. Ugye Isten nyugtass a kislány, hogy ma kohort meg, és én úgy akartam, hogy a harangnak legyen Katalina neve. Na de aztán, amikor meghallottam, hogy szól, megkondítottak, akkor nem hallottam elé, mert nem tetszett a harangja.
innen a falunkból elvolt származva egy ember Budapestre, és meghallotta, hogy Csomótamba templom épül, akkor ő azt mondta, hogy a harangot ő fogja alni. Aztán a bácsi még egyszer eljött, meghallotta, hogy hogy szól a harang, azt mondta, hogy ő harangot akar. Kimentem oda Budapestre, fel volt cserélve egy 95 kilós, egy 115 kilós, egy 300 kilós. És akkor, mikor oda érkeztem, a bácsit felhívta, és meghúzta a harangokat, és kellett tartsam a műszert, bácsi hallgatta a telefonon, és azt mondja a bácsi, hát az egy-egy kicsi, azt mondja, de az a 100, azt mondja, az a második az jó lesz, de valahogy nekem is az is olyan csengettyi formája volt. Gombosul meghúzta a 300 kilóst, mikor meghúzta a 300 kilóst, éreztem a lelkem bújik ki, olyan szépen szólott akkor, ugye? Thank you.